fogok lényeg, nem állok, és itt is lennék a Spornak az 10. részével, tehát igen, 10. részével, ahol úgy döntöttem, hogy Zabancs végletesen törzset alakít, úgyhogy szépen csináljuk is meg, és pont kijöttünk alkalmazkodónak. Oké, és akkor csináljuk meg az utolsó Zabancsot. Hát úgy gondoltam, hogy először is egy jobb szenet. Nekem ez bejön. A magatokat meg megkérném, hogy legyenek szívesek elhalkulni. Talán így. Magyarosokat megint megkérném, hogy halkuljanak el. Jaj, már megint szétáll. Magyarosok nagyon megszívesek el csendesedni. Nekem ez tetszik. Jó, akkor csapjunk is bele a lecsóba, irány a törzsi fázis. Come on, man! És most mozi. Mi ez? Ez a bot nem ugyanolyan, mint az a bot mondjuk ott. Valami lesz, ez a kaja? Lehet, hogy meg kell törni, hogy bezabbanhassuk. Nem! Várjunk csak! Megvan! Ha megtörni nem tudjuk, akkor majd a nap merege szépen elolvasta nekünk a forró héját, ami fejbe vág minket. Nem, mert mi magunk csinálunk tüzet, és kiderül, hogy ez tényleg egy bot.
és átalakul pálcává. Ó, kezdődik a törzsi fázis. Remélem élveztétek ezt a kis poént. Mert mindenki ilyesmiket szokott pofázni, amikor kezdi. Jújúj. Ó. És én még izgultam, hogy a sorozat során rengeteg alkotáson visszaköszönjön. Wuhuuu! Aj! Először is menj! Jaj, még nem tudunk menteni? Akkor öltöztessük is ki őket. Fú. Na, akkor... Magyarokat megint megkérném, hogy halkuljanak el! Legyetek tékek! Szabad, milyen hangot hallgatok? Legyen maszkunk! Ne, maszkot inkább nem. Akkor ezzel meg is volnánk. Akkor most én csináljuk a kamera tutoriát. Szuper! Akkor most... Szeretek Jimmy-t arról a fáról! Fú, közben mentsünk gyorsan! Egyébként azt nem bírom, hogy... Törzsi fázisban aktiválja magát a névgenerátor. Úgyhogy... Szuper! Azt, amit el is köszönnék... Sziasztok!